Ronaldóval például újra összefuthatsz majd az Európa-bajnokságon. Van, ami most egyből beugrik, ami hasznos tapasztalat volt a Juventus elleni meccsekről, hiszen többek között a Ferencváros ellen is betalált. Igen, számomra meglepő volt, én azért többet vártam ott azon a mérkőzésen tőle. Nyilván azt látjuk, hogy hihetetlenül dinamikus, magasra ugrik, meg nagyon gyors a labdával, de valamiért ott, mintha egy kicsit ott meg lett volna sértődve, vagy ott nem tetszett neki, ahogy mi védekeztünk ellene, és kicsit ott zavartabbnak tűnt. Nyilván most meglátjuk, hogy milyen formát fog hozni, mert én azt gondolom, hogy a válogatottjában teljesen máshogy játszik. Benned is már nagyobb az izgalom, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt volt? Persze, hát ugye más szituáció vagyok, tehát ott ugye az volt a szerepem, hogy a Király Gabit a Dinivel együtt úgy segítsük, hogy ahogy tudjuk, a végén egy nagyon sikeres Európa-bajnokságot játszottunk a csapattal, és óriási élmény volt akkor fiatalabb kapusként ugye ott lenni a csapattal. Most egy teljesen más szerepben vagyok itt, a pályán is ott lehetek, és nyilván nagyon-nagyon várom azt, hogy elkezdődjön az EB, addig még van nyilván néhány hetünk, és egy kemény munka előttünk, felkészülési mérkőzések. Én is az vagyok, aki szeret lépésről lépésre haladni, de természetesen ott van a fejemben, és minden nap eszünkbe jutnak ezek a mérkőzések. Milyen most a munkakapcsolat a kapusok között? Tehát most így te várod el, hogy akkor téged segítsenek? Ugye azt mondtad, hogy még 5 évvel ezelőtt te is Király Gábort segítetted. Szerintem egy kicsit más a szituáció, ugye mi például a Dinivel már az utánpótlás válogatottakban is mondhatom azt, hogy végig jártuk itt a ranglétrát, és folyamatosan együtt voltunk, nagyon barát és jó viszonyunk van, tehát itt köztünk egy kicsit másfajta a kapcsolat. Ugye a Bogdanádit nagyon régóta ismerem, egy napon mentünk ki Angliába, ugye a Boltonhoz, én a Liverpoolhoz, együtt repültünk ki, tehát vele is nagyon régre nyúl vissza a kapcsolatom, Angliában is sokszor összejártunk, tehát mondhatom, hogy a kapusok közül vele is talán az egyik legszorosabb kapcsolatom van, a Tóth Balázs pedig ugye most márciusban került ide, egy nagyon tehetséges kapusról van szó, aki szenzációs idényt futott ugye a Puskás Akadémiánál, és nagyon jó az összhang igazából köztünk kiegészülve ugye a Kavicsa kapusedzőnkkel, és kicsit más, azt mondom, tehát ha úgy mondhatjuk, nyilván van egyfajta hierarchia mindig a kapusok között, de az EB egy kicsit más volt. A Gabi egy idősebb kapusként, egy tapasztalt kapusként egy más szerepben volt, akkor így mondom, mint esetleg most én itt vagyok. Természetesen ugyanúgy segítjük egymást, ahogy akkor is tettük, ugyanúgy nyomjuk egymást edzésen, és úgy gondolom, hogy nagyon jó a harmónia itt a kapus csapaton belül. Mi lesz a kulcs szerinted abból a szempontból, hogy ha megnézzük az EB csoportunkat, tényleg 3 olyan válogatott jött össze mellénk, akik abszolút top kategóriába tartoznak, nem csak európai, hanem világszinten is. Egy kicsit azért hasonló a helyzet, mint amilyen volt a Ferencvárosnak a helyzete a Bajnokok Ligája csoportjában. Igen, kicsit ilyen déjà vu érzés volt, hogy ott is egy halálcsoportba kerültünk, ugye sokan ezt mondták, de a futballban bármi megtörténhet. Mi egy hihetetlenül kompakt csapat vagyunk. Nagyon-nagyon összeszokott a brigádunk. És én azt gondolom, hogy itt a csapat az nagyon-nagyon sokat számít. Tehát az, hogy tényleg egy csapat legyen. Ezek közül a válogatottak közül nyilván hihetetlenül nagy klasszis játékosok játszanak, de úgy, hogy csapatban az egy teljesen más dolog. Én szerintem ebbe mi előrébb vagyunk, viszont nyilván náluk olyan játékosok vannak, akik váratlanokat tudnak húzni és meg tudják nyerni a mérkőzéseket, de nyilván nem szabad úgy oda menni, hogy feltesszük a kezünket, ez nem is fog megtörténni. Még egyszer mondom, a futballban bármi megtörténhet.